Hát Isten éltessen Bőhatta! A 85. születésnapját decemberben ünneplő Telek Béla művésztanár köszöntötték így Jászberényben a Szikra galériában. Az alkotó korábbi, illetve az elmúlt hónapokban készült munkái egyaránt láthatók azon a bemutatón, amelynek elkészítésére a születésnap apropóján kérte fel a galéria a művészt. A december 1-én tartott tárlatnyitó egyben a hónap műtárgya sorozat összejövetele is volt, és természetesen ez alkalommal a kiválasztott alkotás is szintén Telek Béla munkája. És meg nagyon nagy megtiszteltetés volt a hónap műtárgya egyik festményem, de közben aztán nagyon udvariasan fölvetette a Szikra István a galéria tulajdonos, hogy egy kis kiállítást, és aztán elkezdtem dolgozni. Jó is jött, mert nem vagyok egy fürge termékeny, és ennek a kiállításnak kb. Egy harmada új kép, tehát ez év nyarát, nyar végétől mostanáig. A hosszú évtizedeken át oktató művésztanár most is az alkalmazott technikák sokszínűségére törekedett. De a lényeg ennek a kiállításnak, hogy azok a technikák, amelyek itt láthatók, azokat én tanítottam is, és ez inspirált arra, hogy fejlődjek. Én azt csinálom, amit egy rajztanárnak illik tudni, és bízom benne, hogy ebből tudtam átadni. A megnyitó hangulatának megteremtéséhez a Palotási János Zeneiskola növendékei és tanárai előadása járult hozzá. Az est különlegessége volt, hogy a hónap műtárgyát ez alkalommal az alkotó mutatta be. A Vasíd az agyban egy új kép, aminek elkészítését épp az inspirálta, hogy a város e jellegzetes helyszínét eddig még nem örökítették meg a képzőművészek. Eltelt 5 év a legutóbbi személyes látogatásom óta, de hát Béla bácsi mit sem változott, ugyanúgy sziporkázik a vicces, kedves, szeretetteljes és humoros egyénisége, mint akkor, sőt, igazából, mint ami ennek mindig is ismertem. A kiállítást megnyitó Bartos Kinga festőművész hosszú évek óta ismeri az alkotót, így nem véletlen, hogy a megnyitót is személyes élmények felelevenítésével színesítette. Időben nagy távlatot ölelnek fel a bemutatott képek, a 70-es években készültektől egészen a friss, idén készült alkotásokig átfogó anyagot láthatnak az érdeklődők. Ha mélyebben megnézzük ezeket a festményeket, és megpróbálunk összekapcsolódni ezekkel az alkotásokkal, akkor megérezhetjük azt a fajta meghitt szeretetet és alázatot, ami Béla bácsira jellemző az ő művészetében, ahogyan ő alkot, és megérezhetjük azokat a benyomásokat, azokat az impressziókat, amik őt alkotásra késztetik. A megnyitó zárásaként a 85 éves alkotót a galéria nevében Szikra István tulajdonos köszöntötte, a város képviseletében pedig Balogh Béla alpolgármester. A Telek Béla festményeiből összeállított színek és impressziók kiállítás december 15-ig a képtár nyitvatartási idejében tekinthetik meg az érdeklődők.